Hello, sziasztok! Elvileg live-ban vagyunk, úgyhogy ha ti is láttok mindent, amit meg hallottok mindent, amit mondok, akkor itt a jobb oldalon a chaten dobjatok valami üzenetet, hello, vagy bármilyen életjelet adjatok magatokról, és akkor tudom, hogy minden szuperül működik. Igazából a mai live-unkat is úgy fogjuk fölépíteni, ahogy a múltkor itt. Nem tudom, hogy azon itt voltatok-e, hogyha nem, akkor megtaláljátok őket a videók között. Tehát úgy fogjuk fölépíteni, hogy lesznek nekem is kérdéseim. Addig valószínűleg annyira nem fogom figyelni azt, hogyha konkrét kérdést írtok a chatbe, viszont a beszélgetés végén akkor így mondani fogom, hogy itt az idő, hogy feltegyétek a kérdéseiteket, és akkor várom, hogy írjatok nyugodtan. Sziasztok, látom, hogy írtatok is, nagyon örülök, hogy jöttetek. Nagyon fontos, ugye ezt mondtam a múltkor is, hogy előfordulhat technikai nehézség, nem tudom, megszakad az internet kapcsolat, vagy bármi, akkor léci legyetek türelemmel, visszatérünk, vagy hát legalábbis megpróbálunk visszatérni, ha nem tudom, 5 percig nem vagyunk sehol, akkor valószínűleg nem sikerült, de azért igyekszünk. Úgyhogy, ugye mai vendégem Túri Lilla lesz. Lillát ugye, ahogy talán olvastátok is, hogyha követtek itt-ott, a Corvin rajziskolában ismertem meg, amikor együtt jártunk oda illusztrációra. Itt 2019-ben végeztünk, de így kiderült, hogy egyébként a BME építészkarára is együtt jártunk, úgyhogy akár ott is megismerhettem volna. Azóta, hogy nem beszéltünk, most felvettük újra a fonalat Lillával, és tudom róla, hogy Cambridge-ben tanul, gyerekkönyv illusztráció masteren, illetve 2 könyve is megjelent, az egyik a Jég volt, ez egy Dragomán György novellához készült könyv, a másik pedig egy gyerekkönyv, a Halandzsarablók. Hoppa, lámpa, az lekapcsolt. És mind a kettőről fogunk beszélgetni, illetve most a napokban leadott egy 3. könyvet is, úgyhogy majd erről is kérdezem. Szerintem be is hívom Lillát a beszélgetésbe. Azt mondja. Szia Lilla, szerintem most már látszódsz, ha minden oké. Hogy vagy? Milyen érzés live-ban lenni? Kicsit félelmetes. Egyrészt, mert nem az én gépemről kell ezt most csinálni, másrészt meg, mert nem látom azokat az embereket, akik nézik esetleg ezt a live-ot, ami egy sokkal kevésbé komfortos dolog, mint egy szűk körben beszélni ezekről, de azért remélem nem fog nagyon izgulni. Biztos, hogy nem. Egyébként látni én sem látom a nézőket, de néha, hogyha írnak valamit a cseten, akkor azt látom, úgyhogy ennyivel vagyok előbbre. Hát az első kérdésem, így, ha már így hasonló háttérben érkezünk, az az, hogy ugye te is végül is pályamódosító vagy, és szerintem itt a nézők között is van olyan, aki gondolkozik rajta, hogy illusztrációval foglalkozna, vagy esetleg már pályamódosító is, hogy neked hol jött el az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy oké, köszi, nem leszek mérnök, inkább ezzel az illusztrációval vagy grafikával próbálkozom? Hát igazából a kettő között elég sok idő eltelt, szóval amikor rájöttem, hogy nem leszek építészmérnök, tehát gyakorló építész, az sokkal hamarabb, mint mire megtaláltam azt, hogy ez az illusztráció lesz az én irányom, és most már egy kicsit úgy is érzem, hogy ezt megtaláltam. Szóval én közben a grafikával is foglalkoztam, meg belső építészeti projekteket is vittem, szóval így szépen lassan alakult ez a dolog, és ezt te is tudod, hogy ugye jártam animációra is, ugyanígy a Corvin rajziskolába, és az volt az első pont, amikor így valami olyan ilyen szabadságfaktort megéreztem ilyen vizuális világokban, ahol éreztem, hogy ez itt sokkal közelebb van hozzám, mint mondjuk az ilyen szuper precíz, akár grafika, akár építészet. És akkor azt éreztem, hogy ez jó irány lesz, de aztán az, hogy milyen hasonló módokon, ilyen mozgóképekkel foglalkozzam, az megint nem feküdt annyira, és nem is tudtam igazából sokáig, hogy ez egy külön szakma, ez az illusztráció valahogy, hogy így nem merült fel bennem, hogy csak ezzel is lehet foglalkozni,
Úgyhogy a kormirajziskola miatt jutott eszembe, mert meghirdették ezt a szakot. Úgyhogy mikor merült fel bennem, hogy nem leszek mérnök, hát az első hetén a építészkarnak. Igen, ez az ismerős. De amúgy az építészettel, mint építészetelmélet, vagy tervezéselmélet, vagy tervezés, vagy koncepcióalkotás, meg terekkel nagyon szívesen foglalkoztam. Azért el kellett tölteni egy kis időt az irodai körülmények között, amikor rájöttem, hogy ez hosszú távon én ebben nem fogok jól működni. Úgyhogy így valahogy. És akkor ugye, hát már azt hiszem idén jött ki az első könyved, ugye a Jég, vagy még tavaly év végén? November. Tavaly év végén. Aha. Hát ez az első könyve szerintem minden illusztrátornak egy ilyen nagyon nagy szó az életében, tudod, egy ilyen, ilyen nosztalgiával emlékszünk rá vissza. Neked ez hogyan jött, vagy hogyan jutott el így az ötlettől egészen mondjuk, hogy a könyves polcig, tehát hogy így a végtermékig a dolog? Először is a Corvinba, ugye Kingához jártunk mind a ketten, és akkor volt az egyik feladat, hogy egy ilyen könyvmakettet, egy dummy-t kellett készíteni. És mivel általában minden túltolok egész életemben, ezt nem így csináltam, hogy egy dummy-ig jutott el, hanem gyakorlatilag végigrajzoltam az összes oldalt. És egyszerűen azt hiszem azért, mert nem tudtam elképzelni, hogy azzal, ahogy én rajzolok, hogy néz neki egy könyv. És én ugye nem mesét választottam, meg nem gyerekeknek szóló könyvet rajzoltam, hanem egy dragomán novellát, ami korábban megjelent az Oroszlán kórusban, és mikor kész volt az egész, akkor Kinga azt mondta, hogy ezt el kell küldeni, és meg kell mutatni, ami a legfélelmetesebb pont volt szerintem nekem abban az évben, hogy egy író, akit tisztelek, meg akinek a szövegéhez hozzányúltam, az most mit fog gondolni erről az egészről, és igazából így került kiadása, hogy a Dragomán Gyurinak nagyon tetszett, ő küldte át a magvetőnek, a Dávid Annának, az igazgatónak, és ő azt mondta, hogy rendben csináljuk, ez nem szokványos műfaj, biztos nem lesz belőle ilyen kassza siker, meg toplista, de szép és jó, úgyhogy legyen. Meg tudod egyébként mutatni? Most mindjárt kiteszlek teljes képernyőre, és akkor lát. Igen. Meg tudod szóval mutatni. Ez egy felnőtt képes könyv, így most látod, látjátok körülbelül? Szerintem most tök jól látszik. Ez egy felnőtt képes könyv, eleve mondjuk viszonylag nagyobb is, mint amit itthon kiszoktak hozni, mert ez egy 23x23 centis könyv, és ilyen, megmutatom a belsejét, így néz ki egy címoldal belőle, és igazából ebbe az ilyen picture book formátumban van rajzolva, tehát minden oldalon így pár mondat van összesen feliratból. Az összes többi rajz. Néznek ki. Nagyon király. Ez itthon még gyerekkönyvből sem egy népszerű valami, mert az emberek szívesebben fizetnek szövegért, mint képért, és van egy csomó ilyen nagyon kedves hozzászólás ez a könyvhez is, a moly.hu például, hogy minek vennék meg valamit, amit 2 perc alatt el tudok olvasni a boltban, de amúgy a képek szépek, csak miért venném meg, szóval ez van egy ilyen hozzáállás még itthon, hogy az illusztráció az másodlagos, és a szöveg a lényeg, akkor viszont ez a novella, ez így nem elég ahhoz, hogy tartalomként az emberek elismerjék. Úgyhogy ezzel kell küzdeni, de szerintem változni fognak a dolgok, és ha lesz néhány ilyen bevállalósabb kiadó, akkor majd lehet ilyeneket is gyakrabban csinálni talán. Mondjuk ez tök érdekes, hogy azt mondtad, hogy így mondták, hogy hát izé nem lesz kaszta siker, meg nem tudom mi, és hát ehhez képest ez a könyv egy csomó illusztrációs díjat nyert, vagy hát így az én megközelítésemben nézve egy csomót, mert ugye elnyerte neked a Pagonynál a legjobb pályakezdő illusztrátor díjat, illetve ezen a World Illustration Awards longlisten is ott volt. Ráadásul ugye a Winsor & Newton, ők beválogatták a legjobb 13 közé. Ez így iszonyat nagy dicsőség, meg tök jó, és így
én baromi büszke lennék rá, viszont te érzed azt, hogy ennek valami gyakorlati haszna is volt, hogy megkaptad ezeket a díjakat? Hát kettő dolog, az egyik egy ilyen teljesen egyszerű dolog, mert ami a Pagonynak a külön díja volt, ez valójában ugye a Budapesti Illusztrációs Fesztiválnak a díjazottja voltam, tehát azon a fesztiválon jelent meg először mondjuk így kirakva képem, tehát addig én nem léteztem, mint illusztrátor, azt hiszem, és igazából most mondtuk, hogy készül egy harmadik könyv, ez a könyv, ez pont úgy kerültem képbe, mint illusztrátor, hogy a szerző ezen a kiállításon részt vett, és megtetszett neki a munkám. Szóval van gyakorlati haszna, ha nem is pont a díjnak, de az, hogy szerepelünk igazából sokan ezeken a kiállításokon, meg el lehet küldeni az anyagaidat, és olyan embereket is elér, akik esetleg még soha nem láttak, az egy nagyon fontos dolog, mert elsősorban azt hiszem így találnak meg munkák, legalábbis engem mindenképpen. A másik gyakorlati haszon az, hogy hát önbizalom növelő, szóval miután bekerül egy ilyen Winsor & Newton válogatásba a legjobb 13 munka közé a világon a könyv, akkor ez az egész ilyen kicsit ilyen imposter szindróma, amit így pályaváltóként tök gyakran megélek, hogy értek-e ehhez, elég jó vagyok-e, az így ilyen dolgokkal tudom visszaszorítani, hogy elismert szakmai közegek mondják azt, hogy oké, amit csinálsz, akkor egy kicsit megnyugszom. Egyébként itt szerintem egy kicsit talán ehhez kapcsolódik, hogy én arra emlékszem, amikor együtt jártunk a suliban, hogy egy csomó pályázaton részt vettél, és egyébként volt is, ami nyertél. Ennek is így érzed ezt a fajta hasznát, mint mondjuk úgy, vagy ez is így a díj kategóriába tartozik? Amúgy az igen, szóval az első ilyen volt, ami nekem olyan nagyon meglepő volt, hogy itt kiállítanak, az ugye a Cottonfioknak a Genovai Illusztrációs Fesztiválnak az anyagába került be a képem, és az is olyan dolog, hogy szerintem ahhoz, amit én csinálok, mindenképpen kell egy nagyon erős stabilitás, vagy egy nagyon erős önbizalom, mert amint elbizonytalanodsz, úgy bukik az egész kép. És nyilván, hogyha így kapsz visszajelzést, már pedig, mivel nincs kultúrája itthon az illusztráción kritikának mondjuk, ezért nagyon kevés visszajelzést kapsz szakmától. Tehát ezeken a fesztiválokon tudják egyedül azt mondani neked, hogy marha jó vagy, mert most nincs az, hogy amik korábban még talán létezett, hogy mondjuk így 10 helyre kiküldöd a könyvedet, és írnak róla szakemberek kritikát, jót, rosszat, de valaki ad valami visszajelzést, hanem csak kijön egy könyv, és akkor vagy megveszik az emberek, vagy nem. És azért a piaci mutatók nem feltétlenül mindig tükrözik azt, hogy fejlődtél, vagy jobb vagy rosszabb az előzőnél. Szóval szerintem ez fontos. Ez egyébként valahol. Egy érdekes kérdés, és ez most jutott eszembe, hogy te mennyire érzed azt, hogy a közízlés, vagy az átlag mondjuk könyvvásárlónak az ízlése, az különbözik így a szakmai véleménytől, vagy hogy érzed ezt a fajta különbséget? Abszolút, szóval én azt gondolom, hogy nekem még tanulni is kell azt, hogy mi az, amit szépnek találnak az emberek, meg mi az, amit nem. Szóval a jégről, meg amiről most beszélünk, hogy külföldön is szép eredményeket ér el, visszahallok olyan véleményeket, hogy így az 5 éves húgom is tud rajzolni, meg ezek a firkák, ezek nem is érti, hogy ha valaki illusztrátornak gondolja magát, az miért így rajzol, és miért nem tanul meg rendesen. Szóval azt gondolom, hogy valójában amíg a vizuális nevelés borzasztó alacsony szinten van Magyarországon, addig nem is lehet hibáztatni egy közízlést, úgymond, hogy nem tudja, hogy ez ugyanúgy szépnek tekinthető, mintha valaki teljesen élethű virágokat tud olajjal festeni. Szóval azt hiszem, az a fajta nyitottság az inkább a szakmán belül van meg, ami jelenleg még szükséges az én firkáimhoz.
Ugye a jég, az egy, ugye te is mondtad, hogy egy felnőtteknek készült képes könyv, viszont ezzel szemben, ami most jött ki, a Pagonytól, a Halandzsarablók, ez egyébként mikor jön, meg pénteken? Mert ilyen nagyon-nagyon friss. Nem volt, igen, szerdán van, azt hiszem, a hivatalos megjelenésre, de kb. Péntek óta lehet kapni. Vagy ugye ez viszont egyértelműen gyerekeknek szól. Te érzel különbséget a között, hogy másképp kell megközelíteni egy olyan illusztrációt, ami gyerekeknek szól, versus olyat, ami felnőtteknek szól? Azt hiszem, igen. Nem feltétlenül azért, mert valamit felnőttebben vagy gyerekebben kell megközelíteni, de mindenképpen, legalábbis most azt érzem, hogy itt van egyfajta ilyen absztrakciós szint, amit már nem szabad belevinni ebbe az egészbe, vagy most ezt nagyon bután mondtam, de amíg mondjuk egy felnőtt szöveg sokkal több asszociációt igényel, azért egy gyerekeknél mondjuk szerintem kevésbé szabad nagyon elvontan mesélni. Vagy lehet az is egy cél, de jelenleg én nem ilyet csináltam, meg nem ilyen dolgot rajzoltam. Meg hát közönségfüggő. Szóval ami mondjuk egy portugál, vagy egy dél-amerikai, vagy egy francia piacon egy gyerekkönyv illusztráció, az lehet, hogy itthon felnőttként se biztos, hogy kimernék adni. Míg mondjuk a német illusztráció sokkal közelebb áll mondjuk a magyarhoz, tehát konkrétabb a gyerek illusztráció, telítettebb, sok részlettel, nem csak úgy odadobtunk négy festéket, és erről írj verset, ez inkább a portugálok csinálják. De ez milyen érdekes, hogy szóval, ekkora különbség van így nemzetenként, ezt én így nem is gondoltam volna. Teljesen más, hogy működnek a piacok. Például az északi országokban ott nem is feltétlenül a vizualitás, ami elkezd komolyodni vagy bonyolódni, de nagyon sok olyan témával kapcsolatos gyerekkönyv létezik, amit itthon még el se tudunk képzelni, majd biztos lesz itthon is, de mondjuk ilyen abúzus, vagy halál, vagy alkoholista szülők, az ugye már itthon is van a Mutter meg a Ginnek, de nagyon-nagyon kicsi gyerekek kezébe is mernek adni ilyen szövegeket, meg könyveket, egészen ebbe az ilyen picture book formátumban sok kép, nagyon kevés szöveg, és ja, ott máshogy kezelik ezt az egészet, azt hiszem. Hát ugye itt beszéltünk már erről a nagyon sokat erről a képeskönyvről, de hogy így ezt még ugye nem definiáltuk, szerintem, vagy nem tudom mennyire egyértelmű, hogy ugye a képeskönyv az egy olyan könyv, ahol nagyon, tehát a kép az, ami dominál, és hogy a kép az, ami elviszi így az egész könyvet végül is a hátán, és akkor egy oldalpáron viszonylag kevés szöveg található. Hát én mondjuk ilyet utoljára a Corvinban csináltam, mert ami könyveket én illusztráltam, azok ilyen egészen más formátumban jöttek ki. Viszont neked ebben most így viszonylag nagyobb, vagy hát igen, talán nagyobb tapasztalatod van, hogy mesélj már arról, hogy hogyan néz ki egy ilyen könyvtervezésnek a folyamata. Kint a képzésen, mivel a kinti piacon a picture book az egy teljesen általános formátum, kint a képzésemen főleg ezzel foglalkozunk. Nem kizárólag, mert át tud ez csapni akár illusztrált könyv vagy képregény irányba is, de a picture book, ezt így hívják kint, szerintem a képes könyv nem feltétlenül tudja ugyanazt jelenteni itthon. Az általában 24-32, de maximum 40 oldalas könyv, tehát nem ezek a nagyon hosszú mesék vannak benne, hanem tényleg egy mese, ami szét van bontva egy 24 oldalra, és nagyjából úgy is kezdődik, hogy amikor megvan egy ötlet, vagy akkor így elkezd az ember vázlatolni, meg szövegeket összerakni, és ilyen egész pici, ilyen kicsi ilyen oldalpár terveket rajzolunk, amit aztán általában ki is lehet vágni, hogy a lapozással megmért, hogy milyen sebessége van egy, milyen dinamikája van egy könyvnek, és akkor épül belőle nagyobb, még nagyobb, kicserélsz két oldalt, újra tervezed az egészet, és közben párhuzamosan keresel hozzá egy olyan vizuális világot, amivel el tudod képzelni az egész könyvet.
Tehát a képzésünkön is úgy történik, hogy valójában nem egy egész könyvet kell végigrajzolni, csak meg kell mutatni, hogy végig tudod tervezni az összes kompozíciót, tudod, hogy mi fog történni minden oldalon, és találtál hozzá, azt kell bebizonyítani, találtál hozzá egy olyan vizuális világot, ami jól működik ezen a két-három oldalon, tehát valószínűleg jól fog az egészen. Ezt amúgy meg is építjük, tehát fizikai könyvet szoktunk leadni a végén, kemény borítóval mindennel, amit így otthon kell vágni, úgyhogy ehhez jól jön az építész, mert aki kar, mert makettezni tudok nagyjából. És akkor az egy nagyon, nagyon nagy élmény amúgy, hogy otthon össze tudsz rakni egy ilyen könyvet, és végig tudod lapozni, és végig tudod gondolni azt, hogy miután mi történik pontosan. De akkor azt, hogy mondjuk a, nem tudom, 32 vagy 40 oldal, ezt így előre megbeszéled a kiadóval, és akkor mondjuk egy kiadós esetben, tehát hogy amikor nem egy képzési szinten építesz könyvtervet, akkor ezt így megbeszéled a kiadóval, és akkor elkezded felosztani a szöveget nagyjából annyi oldal párra, amennyi így, amire szerinted ráfér, és akkor ehhez tervezed Igen. hozzá a képeket. Igen, az iskola az más, mert ott azt mondják, hogy talán meg a legjobb megoldást. Ha szerinted ez 24 oldal, 24, hogyha 48-48, de egyébként egy kiadó nem ad ekkora szabadságot, mert duplájára növekszik egy nyomtatási költség nyilván egy 48 oldalas könyvnél. Úgyhogy ott meg van határozva, hogy ennyi oldalba kell beleférni, te osztod fel, levázlatolod, és olyan szempontból azt látom, hogy ott is sokkal kontrolláltabb folyamat van, mert mert kint igazából legalább így ötször visszaküldik a vázlatokat, egyre részletesebb, egyre nagyobb képeket küldesz, képeket rajzolsz, sőt, sokszor színterveket kérnek be, akkor végig rajzolod vázlatokat ilyen nagyjáboli színfoltokkal, szóval egy sokkal hosszabb folyamat, nyilván hosszabb ideig is tart, mint itthon, és sokkal több mindenbe szólnak is bele ezért cserébe. Így most a Halánzsa, amikor beszélgettünk még így a live előtt, akkor így meséltél arról, hogy hogyan készült a Halánzsa alaplók, illetve hogy mennyire vont bele téged a kiadó a tervezésbe, és ezt csak azért hoztam most föl, ez megint így most kattant be, hogy ugye amikor én csináltam a könyveket, nekem gyakorlatilag elküldtek egy betördelt szöveget, ki volt hagyva a képek helye, ide kérünk szöveget, de hát ugye én nem a képes könyv világban voltam. Tehát, hogy így igazából a végtermék kinézetében nekem nem sok beleszólásom volt, tehát ők eldöntötték helyettem, hogy melyik ábra mekkora lesz, meg mi, mondjuk fekvő, vagy álló, vagy stb. Viszont ezzel szemben te ugye azt mondtad, hogy te ennél sokkal részletesebben részt vettél a könyvnek a tervezésében. Hogy erről mesélsz egy picit, hogy ez hogy volt? Igen, nem is tudom, hogy most szerencsém volt, vagy így is, meg úgy is szokott működni az itthoni könyvkiadás, de igazából a legelejétől be voltam vonva ebbe a tervezésbe. A formátum az adott volt, mert van egy kiadói karakter, amit megőriznek, tehát hogy vannak olyan könyvek, amik ilyen típusúak, tehát ilyen méretű lesz, de azon belül, hogy mennyire van szétszedve, mennyi rajz van benne, hogy vannak a szövegek szétszedve és összetörve, mert tényleg így vannak összetörve, abban nagyon nagy szabadságot kaptam. Más kérdés, hogy ez ugye feladat is, tehát akkor innentől kezdve meg is kell tervezned. Kint azért más egy picit a folyamat, mert az illusztrátor mellett általában van egy designer a kiadó részéről, tehát nem csak tördelő van, aki a tipóval foglalkozik, leginkább szerkesztő, aki a szöveget szerkeszti, hanem még van egy designer is, aki gyakorlatilag úgy tervezi, hogy ő már a vizuális oldalon álló valaki, aki megtervezi az egész könyvet, és ő beszél az illusztrátorral innentől kezdve, hogy melyik képet hova rakod, mekkorában, mit szeretnél, mi legyen rajta, de az, hogy mondjuk van egy valaki a kiadói részről, aki már csak a vizuális dolgokkal foglalkozik, az egy másik helyzetet teremt, mint amit itthon látok. Tehát valahol itt is az van, hogy a kiadó sokkal pontosabban tudja, hogy mit szeretne, mert már előre egy koncepcióhoz választják az egész
illusztrátort. Másfelől meg nyilván ez is függ mindentől, mert olyannal is találkoztam már, aki viszont, akinek úgy volt dizájnere, hogy tulajdonképpen egy segítséget kapott csak az illusztrátor, tehát ha valami nem úgy jött ki, vagy nem úgy volt, akkor gyakorlatilag a dizájner segített összeegyeztetni, hogy működjön mégis a könyvben. Aha. Úgyhogy nyilván sokkal több pénz van kint a szakmában, azért egy könyvön nem, és még több ember dolgozik, szóval az ilyen pop-up könyvekhez egy csomó kiadónak van mondjuk saját paper engineer pozíciója, aki a kész illusztrátort, tökéletesen kész könyvekből gyakorlatilag mérnöki munkával összerakja, hogyha itt akarjuk kinyitni a mackó fülét, akkor a kosár így fog kihúzódni a könyvből. Az igen. Igen. Ezt meg itthon gyakorlatilag az illusztrátornak kéne összerakni? Hogy összemakettozni? Nem tudom, én pop-up könyvet még sose csináltam, úgyhogy ebben nem látok bele, de gyanús, hogy ez azért egy külön fizetett poszt, így nincsen erre kiadónként. Nyilván. Ó, és hát ugye annyit emlegetted itt, hogy kint hogy, meg itt hogy. Ugye te most a mastert csinálod kint Cambridge-ben. Ugye, ha jól értettem, akkor ez egy másfél éves képzés, és ennek az utolsó fél évét fogod most ősszel csinálni. Igazából így mi volt az, ami efele lögdösött, vagy miért, vagy azt gondolod, hogy így szükséges a papír, vagy inkább a tanulás miatt mentél, vagy miért választottad ezt az egyetemet? Szerintem minden miatt. Szóval egyrészt azt gondoltam, hogy én még egy csomó mindent tudok másoktól tanulni, annyira az elején járok ennek az egésznek, és érdekelt, hogy egyetemi szinten mit tanítanak egyáltalán az illusztrációról, szóval hogy tanítják, mit lehet tanulni ebből az egészből. Ez az egyik. A másik nyilván, ha van egy papírod, akkor már most csak azért is, mert építészként végeztem, és sose tudtam építészetet számlázni, mert ugye nem volt éj jogosultságom, odáig nem jutottam el. Szóval egy idő után nyilván annak is örülök, hogy mellé tudom rakni azt, hogy igenis én ehhez értek, és ez nem csak egy ilyen magánvélemény. Ez szerintem erre a szintre más is el tud jutni. Nekem van egy ilyen dolog, hogy nekem ez segíteni fog, azt hiszem, szóval nem feltétlenül kell hozzá ez a papír. De ami miatt meg mindenképp el akartam kezdeni külföldön tanulni, az az, hogy esetleg egy kinti piacba belelássak jobban. Tehát ez pont olyan szakma, amit nem feltétlenül kell abból az országból végezned, ahonnan a munka jön, és szerettem volna valami betekintést, hogy egyébként máshol hogy zajlik az illusztráció. És hogy zajlik? Ezért teljesen máshogy, mint itthon. Hát igazából azt látni kell azért, hogy Magyarország elég kicsi piac, kicsi könyvpiacban, és a nyelv is ugye korlátozottan beszélik általában külföldiek. És ez ilyen szóval egész egyszerűen könnyebb úgy kísérletezni, úgy rétegkönyvet kiadni, hogyha az rétegkönyv az akkora példány számba kell el, mint itthon egy sikerkönyv. Tehát ott kimernek adni olyanokat, amik nagyon kevés emberhez fognak eljutni, mert a nagyon kevés ember is egy olyan kritikus szám fölött van, ami fölött már megéri kiadni. És azt hiszem, hogy az én itthon úgy éreztem, hogy az én egy kicsit kísérletezőbb világommal ez nem feltétlenül baj, ha ilyen engedékenyebb piaci környezetbe megpróbálok beilleszkedni. És akkor tehát, hogy mondjuk egy kinti fél év, vagy egy oktatási rendszer, azt így hogy kell elképzelni? Tehát így mondjuk, hogy telik el egy szorgalmi időszak? Nekünk csak szorgalmi időszakunk van, tehát hogy nincs vizsgánk. Azt tudni kell, hogy ez egy mesterképzés, tehát azt várják, hogy te úgy gyere ide, hogy borzasztóan önálló vagy, mindent magadnak meg tudsz tanulni, egyszerűen csak segítségeket kapsz a saját kíváncsiságod kielégítésére. És úgy is gondolják, hogy annyit tudsz itt tanulni, amennyi energiát ebbe beleraksz. Tehát ha van egy lelkesedésed egy témában, akkor lesz olyan tanár, aki meg tudja mondani, hogy kitől tudsz segítséget kérni. Nem feltétlenül tudják neked megtanítani, és nem is akarják.
És ezen erre épít az egész mesterképzés, illetve nagyon erősen arra, hogy egymás munkáját tudjuk értékelni. Tehát sokkal több benne, legalábbis az építészképzéshez képest egy ilyen önreflektív dolog, többet kell írnunk, többet kell olvasnunk, és nagyon gyakran kell véleményt mondani a másiknak a munkájáról. Egyrészt, hogy meg tud fogalmazni a saját kritikádat, másrészt pedig igazából pontosan látják, hogy ez egy borzasztó magányos szakma, és nagyon könnyű elveszni a saját spiráljaidban, és arra építenek, hogy egy szakmai közegbe fogsz innentől kikerülni, és azt szeretnék, hogy ez megmaradjon ez a kapcsolat, meg ez a viszony a diákok között. Úgyhogy nagyon sok stúdió van, van nyilván ilyen nagy féléves feladat, emellett az együttrajzolás az teljesen általános. De ezt úgy ez olyan, mint egy rajzóra? Tehát, hogy így bemegy az ember, és akkor mindenki a saját projektjén dolgozik? Nem, elvileg minden órára, hát az első két fél évre ez igaz volt, tehát hogy általában a stúdión kaptunk egy év feladatot, ami rengeteg esetben nem is kapcsolódott a projektünkhöz. Ezen kívül van live drawing, amire bármikor te magán személyként így bemehetsz, mert a suli biztosítja számodra. Ez ugye a szabad kézirajz. Szabad kézirajz, igen. És ezen kívül pedig úgy, anélkül, hogy bárki különösebben ezt így rád erőszakolná, nagyjából az összes szabad időt egy sketchbookkal a kezedbe töltöd a város valamelyik pontján, valakivel az évfolyamodról. Tehát ez egy olyan közeg, ahol mindenki eszméletlenül motivált, és közben egy kicsit félsz is, hogyha két napig nem csinálsz semmit, akkor lemaradsz. De nem feltétlenül azért, mert a tanárok kipresszionálnak, hanem mert egyszerűen azt érzed, hogy ez a nagy lehetőség, hogy tanulj mindent, és ezért mindenki csinálja. De akkor ezt úgy kell gondolni, hogy ilyen nagyon konkrét tantárgyak, mit nem tudom, most csak művészettörténet mondtam valamit, vagy nem tudom, nincs. Az nincs. Tehát akkor vannak ilyen konzultációs időpontok, meg ilyen közös stúdióidők? Igen, igazából a tantárgy úgymond az egy modul, ami egy ilyen fél szemeszternyi modul, tehát 6 hét összesen általában, és 6 hétig ez a projektöd van. Ezen kívül vannak szemináriumok, ilyen előadások, amiknek viszont tematikájában nincs köze a modulodhoz. Tehát meghívnak okos, tájékozott előadókat, szakmabelieket, akik általában a saját szenvedélyükről tartanak egy 2 órás előadást, és örülsz, ha érdekel. Szóval és mondjuk például milyen témában? Van olyan, aki a fekete-fehér illusztrációról beszélt, valaki a litográfia történetéről beszélt, van olyan, hogy eljön egy híres illusztrátor, mondjuk a Laura Carlinnak volt előadása, és ő az arról mesél, hogy amikor kikerült az egyetemről onnantól, hogy jutott el oda, ahol ő van, tehát hogy egy személyes életútról van szó. Volt egyszerűen a sulinknak a történetéről is előadás, azokon keresztül bemutatva, akik így ott tanultak, abból tök jól megérthettük, hogy miért egy ilyen sketchbook központú oktatásban vagyunk, vagy ez miért ennyire speciálisan a mi sulinknak a profilja. Szóval így mindig van valami, amihez szerintem lehet kapcsolódni, és van olyan, ami engem így nagyon eltalált, és 2 hétig csak így ezen gondolkoztam, és teljesen átalakította a projektemet, és van olyan, ahol így arra gondoltam, hogy hát, nekem most ez is semmit se adott, de mellette még láttam, hogy csorog a nyála valakinek, mert neki meg az volt az, ami eszméletlenül megváltoztatta az életét, szóval ez is egy kicsit olyasmi, hogy arra várnak, hogy szedeges valami érdekel, lelkesedj érte, de nem adnak egy ilyen tantárgyat a kezedbe, hogy akkor itt most ezt fogjuk megtanulni. Ez egyedüli, ami ilyen ehhez hasonló módon történt, az van egy ilyen nagyon jól felszerelt printszobánk, és akkor ott ahhoz, hogy te majd lemehess oda bármit csinálni, ott nyilván be kellett mutatni, meg ilyen baleset megelőző oktatást tartani, hogy ne nyomd a présgép alá az ujjaidat például, mert az hülyeség. Mesélted, hogy óriási hangsúlyt fektetnek ott kint
magára a tervezési folyamatra, tehát hogy nem annyira a végtermékért vannak oda, hanem hogy így azt akarják látni, hogy te milyen lépésekben haladtál. Ez azért elég nagy különbség így a, hát már amennyit én így a magyar ilyen egyetemi oktatásból láttam, hogy akkor azért így elég nagy a különbség a magyarhoz képest, nem? Igen, és erről lehet így sokat elmékedni, hogy hogyan lehetne átalakítani az itthoni oktatást, de valójában egyszerűen arról van szó, hogy annyi tanár van, aki tud figyelni ennyi diákra. Szóval nyilván ahhoz, hogy kizárólag saját magadhoz mérjenek téged, ahhoz tudni kell, hogy te honnan jöttél, hol állsz, mind dolgozol, mi a projekted, miben akarsz fejlődni, és ez rengeteg beszélgetést és figyelmet igényel, és ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha van elég tanár ennyi diákhoz. Szóval ez azt hiszem, hogy itt válnak el a dolgok, hogy egész egyszerűen itthon nincs ennyi pénz az oktatásban, hogy ezt meg lehessen tenni. Ez néha azért nekem így itthon szocializálódott embernek ilyen furcsa is, mert néha így érzem, hogy csináltam valami iszonyat jót például, és kivételesen nagyon büszke vagyok rá, és akkor beviszed, és azt mondja a tanár, hogy ja, ez tök jó, és hol a másik 10 verzió? Én meg így, hát csináltam egy jót, ez nem elég. És nem, mert ha meg tudod csinálni a jót elsőre, akkor az azt jelenti, hogy nem dolgoztál. Tehát akkor te itt tartottál, akkor nincs fejlődés. És nagyon szigorúak ebből a szempontból. Tehát hiába mondják azt mondjuk egy állapotra, hogy ez nagyon jól működik, attól még év végén a kritikádba benne lesz, hogy azért ezt még ötször újra kellett volna gondolni. Szóval ez, szerintem ezt innen Kelet-Európából érkezve egy kicsit nehéz megszokni, viszont elég felszabadító is egy idő után, mert nem az a lényeg, hogy jó legyen a végeredmény, hanem tényleg azt kell megkeresni, hogy te hogy tudsz fejlődni. Ugye ezt az iskolát ezt akkor választottad, vagy én emlékszem, hogy akkor nézelődtél, amikor még korvinosok voltunk, és hogy más iskolák is szerepeltek neked a listádon. Melyikek is voltak ezek? Valami Hollandra emlékszem. Nem, végül nem? A három, amit beírtam, az a Farmhouse volt, az Dél-Anglia ott lent a keleti csücsökben, a Camberwell, ami a londoni MOME kb., hogy így mondjam, és ott az illusztrációs mesterszak meg ez. De első körben nem csak angol képzéseket néztem, szóval akkor így Barcelona is szóba került, meg Kopenhága. Azt el tudom mondani, hogy mi alapján választottam, mert szerintem ez elég fontos, szóval bárki bármit akar tanulni, azt kell kitalálnia, hogy mi érdekli. Tehát illusztráción belül is rengetegféle dolgot lehet tanulni. A barcelonai, nyilván én ott éltem egy ideig, úgyhogy így azért is volt ennyire ilyen szívem csücske az iskola, meg mert egy kurva menő ilyen régi gyárat alakítottak át művészeti egyetemmé, szóval 10 perc a tengerpart kéne érteni. De ott például rengeteg a digitális illusztráció, szóval sokkal közelebb van egy ilyen tervező grafikai illusztrációhoz az ottani képzésnek tematikája talán, mint mondjuk a miénk. A miénknek nagyjából semmi köze nincs hozzá. És szerintem nekem azért is volt nagyon hasznos a Corvin, mert én ott éreztem azt meg, hogy engem igazából nem ez érdekel, nem ez a rész. Most, ebbe a pillanatban, vagy most egy pár évig talán, és akkor elkezdtem kiszórni azokat, és azokat az egyetemeket vettem előre, ahol nagyon a manuális rajzolásról fókuszul a képzés. És ennek hol tudtál utána járni, így gyakorlati szinten? Megnéztem a kimenő diákoknak a diplomamunkáit, szóval így azzal töltöttem el heteket, hogy rákeresgettem egyetemekre, és megnéztem, hogy a frissen végzett diákoknak milyenek a munkái. Például az, amikor egy egyetemről úgy jön neki az illusztrátor diákok, hogy így tök egyformának érzem őket a rajzaikat, na azt szeretném elkerülni. Mert vagy az van, hogy elvárás, hogy így rajzolj, vagy egyszerűen csak így túlságosan egyfókuszú a képzés, és belekerülsz ebbe a sodrásba. Szóval olyat kerestem, ahol így
ahol én nekem szimpatikus munkák jöttek ki. Igen, amúgy ez ilyen nagyon-nagyon fontos, és szerintem egyébként, aki Magyarországon tanul, annak egy kicsit sajnos limitáltak a lehetőségei, de hogy így megtalálni azt a fajta képzést, ami tényleg a telebb lelki világodhoz passzol, ezt így, nem tudom, így többféle oktatást végigjártam már én is, a nem tudom, tervező, grafika, illusztráció, fotózás, nem tudom, mindenféle, és így mindig oda lyukadok ki, hogy így nagyon el kell mélyedni abban, hogy milyen ez az oktatás, mert valószínűleg többféléből lehet választani, és akkor így azt így nagyon fontos megtalálni, hogy mi az, ami így neked passzol. De például a mostani képzésünkön kint én azért látok egy-két olyan embert, aki iszonyúan szenved attól, hogy nincsenek komoly ilyen irányvonalak, nincsen egy ilyen teljesítés kritérium. Szóval én ugye azért viszonylag idős vagyok, persze a part-time-osoknál én a fiatal kategóriába kerülnék, egyébként ez szintén nagyon megnyugtató, hogy a barátaid így 50-60 évesek és ugyanerre a képzésnél járnak, de a full-time-os képzésben én az idősebbek között vagyok, szóval nekem már sokkal határozottabb elképzelésem van arról, hogy mibe hagyom, hogy beleszóljanak, meg mibe nem. És mondjuk azokon a lányokon, akik így egy BA után elindultak, és rögtön elkezdték ezt a mesterszakot, és sokszor azt látom, nem mindenkin, csak egy-kettőn, hogy így el vannak bizonytalanodva, hogyha az egyik tanár ezt mondja, a mások meg azt, akkor abból mi lesz, meg hogyha nincs határidő, akkor most mit kell csinálni, meg így nincs. Szóval szerintem is sokkal kevésbé ilyen eszméletlenül eltökéltek, hogy én ebből a maximumot fogom kihozni, és ez úgy azért ebbe a képzésbe például nagyon könnyű elveszni. Ez egyébként, ezt én így az építészkarra vonatkoztatva így nagyon-nagyon-nagyon megéltem, hogy fontos azt látni, hogy mi az a tanács, amit megfogadsz, és mi az, amit nem, és szerintem ezért jó, hogyha valaki valami minimális kezdő tudással érkezik, és itt most nem feltétlenül azt értem, hogy nem tudom, tökéletesen kell tudni rajzolni, vagy bármi, hanem hogy az ízlése az embernek legyen abban a, most legyen az tényleg grafika, építészet, illusztráció, bármi, hogy valami ízlés így elinduljon, és akkor már így tudjak viszonyítani hozzá, hogy az oktató, amit mond, az nekem így bejön, nem jön be, igaza van, nincs igaza, mert én például az egyetemen nem tudtam kritikával kezelni azt, amit így a konzulenseim mondtak. Tehát én ilyen nulla építészeti tapasztalattal érkeztem oda, és így a grafikára viszont nem, és most így nagyon látom ezt a különbséget tényleg, hogy így bárki bármilyen képzésben gondolkozik, nekem így mindig ez az első jó tanácsom, hogy így másszál bele a témába, edukálj magadat belőle, hogy mi az, ami neked tetszik, mi az, ami nem, és akkor így el lehet dönteni, hogy egyrészt neked való-e a szakma, másrészt, hogy így tényleg tud kritikával kezelni azt, ami visszajelzést kapsz. Úgyhogy ehhez nagyon tudok kapcsolódni, amit mondtál. Igazából olyanok is vannak a képzésünkön, akik nem feltétlenül foglalkoztak ilyen dolgokkal korábban, és valahogy bekerültek, és egész egyszerűen azért, mert felnőtt emberek, tehát, hogy azt most nem is magamat értem feltétlenül ez alatt, hanem, hogy így mondjuk családjuk van, nagyon sok tapasztalatuk volt az életben, ezért így kevésbé bizonytalanok abba, hogy ők mit akarnak, meg hogy szeretnék. Ők általában sokkal nyitottabbak is mindenféle negatív kritikára, mert érted, ahhoz képest, hogy a gyereked ott hétig ordít, az, hogy valaki mond egy negatív dolgot a rajzodról, az lehet, hogy nem ugyanaz a kategória. Ez nem feltétlenül van így, vagy nem tudom, ez csak egy ilyen, inkább csak így érzékeltetni akarom, hogy ez sok esetben inkább arról szól, hogy az ember mennyire érzi helyén éppen magát. Szóval ilyen szempontból van hova fejlődni, mert általában igaznak tartom a negatív kritikákat, és azért bármikor el tudom sírni magam egy keményebb review, szóval ritkán történik már közönség előtt, de előfordulhat. Igen, ilyen érdekes tapasztalat. Mondjuk az, hogy így sokkal később is bármit újra lehet kezdeni, és el lehet jönni egy ilyen mesterszakra,
úgyhogy akár már a gyerekeid is ilyen velem egykorúak, az nekem mondjuk itt tök felszabadító élmény is. Még arról mesélj, hogy most adtad le, nem tudom, 2 nappal ezelőtt a 3. könyvednek az anyagát, hogy ez mi lesz pontosan? Én nem is tudom, hogy ilyenekről szabad-e beszélni, minden esetben bejelenik meg. Igen, egy verses kötet lesz, és a Fiatalírók Szövetsége fogja kiadni, és hát még nincs végleges anyag, de nagyon a végén vagyunk. A Tóbiás Krisztián könyve egyébként, ez is nagyon izgalmas lesz. És ez egy 3. célcsoportnak szól ráadásul, ha jól értettem, hogy a... Nem, ez is felnőtt lesz. Annyi csavar van benne, hogy van egy ilyen gyerekhang az egészben, ami miatt az illusztrációk valahol így a kettő közé kerülnek. Nem tudom ezt pontosan megfogalmazni, de ha majd mutathatok majd rajzokat belőle, akkor majd lehet beszélhetünk róla. Voksi. Hát szerintem lassan rátérünk itt a nézői kérdésekre, úgyhogy nézők, itt az idő, hogy a cseten tudtok dobni kérdéseket. Addig viszont volt, aki előre írt, úgyhogy azt azért így megkérdezem tőled, hogy Réka például azt kérdezte, hogy hogyan lehet meg, hol lehet illusztrációt tanulni Magyarországon? Hát ugye a Korvin rajziskolában, ahol mindketten tanultunk, aztán ezen kívül most indította a MOME egy ilyen posztgraduális képzést, abba is tanít egyébként a Kinga. Nem is tudom, hogy az már elindult-e, vagy csak pár hét múlva fog. Ez is egy ilyen lehetőség, és azt hiszem ennyi. Szóval, mivel egyetemi szinten képgrafikát lehet tanulni, aminek van köze hozzá, de az is egy kicsit más, illetve tervezőgrafikát, aminek régen része volt az illusztráció, azt nem tudom, hogy jelenleg mennyire szerepel benne, illetve nagyon sok animációs ember kezd el illusztrálni szerintem, de ilyen kifejezett illusztrációs képzés szerintem csak ez a kettő van jelenleg. Igen, azt tudom én is, hogy a képzőművészetén van ez a képgrafika szak, és akkor tényleg sokan onnan nyergelnek át, hogyha valaki mondjuk egyetemi körülmények között szeretné ezt tanulni. De hát akkor mondhatjuk, hogy akkor irány külföld. Meg egyébként én most már online kurzust is találtam olyat, ami tök jó volt, meg hasznos. Úgyhogy igazából én azt is javasolnám, mert hogy az itthon, mármint nyilván, hogyha beszél az ember angolul, akkor ez így itthonról egy ilyen tök jó formula. Nyilván nem ugyanaz, mert hogy nincs visszajelzés, tehát hogy általában az oktatóval így nem nagyon lehet felvenni a kapcsolatot, de hogy azért sok mindent meg így magadra tudsz szedni az internetről is. Igen. Anikó kérdezett olyat, ami szerintem egy ilyen nagyon érdekes téma, hogy azt írja, hogy ő másol viszonylag sokat, és azt kérdezi, hogy ez gátolja-e azt, hogy saját stílusa alakuljon ki, illetve egyáltalán mennyire fontos a saját stílus. Hú, ez nagyon meredek kérdések. Az első, hogy máshol valaki, az szerintem így technikai tudást valószínűleg épít mindenkiben. Tehát mondjuk az, hogy egy anyagot megtanulj használni, meg barátságba kerülj valami anyaggal, festékkel, eszközzel, arra biztos, hogy jó. Amúgy meg a mi képzésünk az pont arról szól az első egy hónapban, hogy így törik szét az embereknek az ilyen felvett stílus dolgait. Tehát a mi iskolánk így az ilyen, van egy ilyen vizuális könyvtára az embereknek, és azért nagyon sok minden bekerül rajzfilmekből, újságokból, akár a Pinterestről vagy Instagramról, ami így nagyon sok hasonló dolog, amikor mondjuk azt tudod, hogy így kell lerajzolni egy embert. És ők ezeket törik szét első körben, hogy próbálj megtalálni egy olyan embert, ami csak a rád jellemző dolog. Ahogy te látod, vagy ahogy te akarod ábrázolni.
Szóval nyilván ők azt gondolnák az én találjaim, hogy nem másolj, mert az hátráltat, attól függ, hogy milyen fázisban tart az illető, aki kérdezi. Szóval ha ott tartunk, hogy egyelőre így eszközökkel ismerkedek, technikákkal, kompozíciókkal, akkor szerintem tök hasznos lehet. Ha meg saját nyelvet akar építeni, akkor nyilván nem. És azt hiszem, ehhez kapcsolódik a második kérdés is. Szóval azt gondolom, hogy az illusztrációnak rengeteg területe van, és amíg mondjuk azért lehet látni, hogy ilyen stabil keresetet lehet építeni, mondjuk viszonylag kevésbé egyedi dolgokkal, ha valaki elég profin csinálja. Tehát van egyfajta divat általában, és ez is tud változni, de mondjuk, hogyha így csomagolás dizájnt akarsz csinálni, vagy van akár így az ilyen szerkesztő illusztráció, az editoria? Hát igen, én úgy szoktam mondani, a magazinban való illusztráció, de igen. Magazinban való illusztráció, hogy én azt gondolom, hogy egyébként nem feltétlenül baj, hogyha nem, szóval, hogy szerintem lehet úgy ebből jól megélni, hogy nem feltétlenül új az, amit csinálsz, csak egy nagyon jó minőségű, valami, ami fejlődött benned. Igazából ez is arról szól, hogy így önismerettel kell rendelkezni, hogy neked mi a célod. Nekem nyilván van egy ilyen vágy, hogy valami olyasmi gondolkozzak, ami rám jellemző, ami az én fejemben kapcsolódik egy szöveghez. Szóval azt hiszem, nekem például rohadt fontos volt, hogy saját világom legyen, de azért is nagyon fontos, mert nekem szerintem mindig egész életemben volt valami olyan viszonyom szövegekkel, ahol úgy éreztem, hogy ez az én világom a szöveghez képest. És ezt csak egy olyan nyelven tudom leírni, egy olyan vizuális nyelven, ami csak ebből fakad, amit én akarok mondani. De ez nem feltétlenül jó egyébként egy logóhoz, mondjuk, például már tervező grafikánról beszélünk, vagy nem biztos, hogy ez tök jól alkalmazható akár egy ilyen csomagolás dolognál, mert nem biztos, hogy én át akarom venni az adott célközönségnek a vibe-ját vagy világát. Szóval azt hiszem, hogy ez, amit én csinálok, az egy ilyen korlátozott dolog, csak olyan munkákat tudok majd csinálni, ami ebbe belefér, mert én így akarom ezt csinálni. Ha valaki általánosabb módon rajzol, azt hiszem, hogy őt többféle dolog meg fogja találni. De ez kétféle irány, én úgy gondolom. Én egyébként erről még azt gondolom, hogy a stílus az egy ilyen nagyon nehezen megfogható dolog annak a számára, aki csinálja. Tehát, hogy az ember a saját stílusát mindig így tök nehezen tudja érzékelni, meg bekategorizálni, és hogy mindig az van, hogy a nézők azok így abszolút tudják, meg érzik, hogy oké, tehát, hogy meg tudják mondani a képről, hogy ezt XY csinálta, mert az ő stílusa, de maga XY nem biztos, hogy tudja, hogy mik a karakterjegyei. Ez szerintem különösen akkor igaz, hogyha valaki mondjuk kézzel rajzol, mert hogy az egy annyira egyedi dolog, hogy így még, hogyha úgymond, ahogy te mondtad, Dilla, egy kicsit ilyen általánosabb stílusban rajzol, úgymond, akkor is így ott hagy valami fajta kézjegyet, ami nem is feltétlenül egy ilyen tudatos dolog, csak nem tudom, így jön ki a rajz igazából. De hogy most ez így mennyire, tehát hogy én szerintem ez nem egy ilyen tudatos folyamat, amikor már, vagy hát így, én soha nem így közelítettem ezt meg, hogy ez egy tudatos folyamat, hogy így megtalálja az ember a stílusát, hanem így csinálni kell nagyon-nagyon sok mindent, és akkor majd úgy kialakul, vagy úgy majd valami lesz. Igen, igazából tényleg arról van szó, hogy akárha csak mondjuk visszatérünk egy pillanatra az egyetemi képzésekhez, hogy van olyan képzés, ami nagyon erősen szól arról, hogy egyedi hangot építs, és ez nálunk feltétele annak, hogy a tanárai tudjanak visszajelezni dolgokat, és nagyon sokféle dolgot csináltatnak pont ezért, szóval
ezért nem nyugszanak bele abba, hogy van egy jó képed, mert miért nem próbáltál ki még 10 dolgot, amiből lehet, hogy az egyik majd be fog épülni abba az eszköztárba, ami a sajátodnak tartasz. Szóval máshol meg inkább az a fókusz, és szerintem ez egy tök másik irány, hogyha egy dologban jó vagy, akkor arra nagyon ráerősítenek, és akkor legyen az iszonyú minőségi a legelejétől, akkor, és akkor igazából egy ilyen professzionalizmust épít inkább benned, és nem feltétlenül arra törekszik, hogy ez rohadt egyedi legyen. Szóval, ahogy ezt már beszéltük az építészkaron, a Máté Dóri mondta nekem, ő neki nem tudom, ki mondta, hogy a minőség meg az innováció az néha hogy ez így igazából egymást kizáró dolgok, mert a minőség az azt jelenti, hogy valamit nagyon sokszor megcsináltál, és nagyon jó vagy benne. Az innováció meg ennek valamilyen módon azért csak az ellentéte. Szóval nálunk inkább arra mennek rá, hogy hibázhatsz, és lehetsz béna, de iszonyú sok energiát fektetnek abba, hogy saját világod legyen, vagy neked kell azt belefektetni. Még mondjuk tényleg van olyan képzés, ahol meg így az első fél évtől annyira menő cuccaid vannak, hogy nem mondaná meg senki, hogy ezzel 3 hónapja kezdtél foglalkozni, viszont mondjuk lehet, hogy nem arról szólt akkor ez a 3 hónap, hogy te mennyire találod meg önmagadat ebben az egészben. Szóval szerintem ez is olyan dolog, amit így el lehet dönteni, megkeresni kell hozzá embert, meg képzést, hogy miért szeretnél csinálni. Van itt még egy, Ági azt kérdezi, hogy van-e olyan konkrét online kurzus, amit ajánlanánk? Te csináltál már ilyet? Nekem van, én csináltam, úgyhogy szerintem azt be is fog, én azt Skillshare-en csináltam, szerintem azt majd így a live után írok egy kommentet, és akkor oda be fogom linkelni, hogy mi az, amit találtam. Egyébként ez a Skillshare, ez az online kurzus oldal, ott egyébként több is van ebben a témában, nem mindegyik egyformán jó. De belinkelem azt, ami nekem így a kedvencem volt. Illetve még egy kérdés érkezett, hogy hogyan kezeled az art blokkokat, már hogyha van neked egyáltalán ilyen? Én sehogy. Ez egy új technika. Korábban egyszerűen csak bepánikoltam, és megpróbáltam mindent erőltetni. Most meg így rájöttem, hogy nem úgy dolgozom, ahogy igazából ezt most nagyon erőltetni lehet. Szóval hiába próbálok meg egy képet olyankor megcsinálni, akkor 5-ére is ronda lesz, és 6-ére már így sírva fakadok, hogy ez megint nem olyan. Úgyhogy mást is kell csinálni. Amúgy is azt gondolom, hogy az a fajta illusztráció, amit én szeretnék csinálni, az nagyon sok külső ingerből építkezik, úgyhogy nem is lehet így nagyon belezuhanni egy folyamatos munkába, mert olyankor csak elfárad a kép, meg a kezem. Szóval én úgy kezelem, hogy akkor csinálok valami teljesen mást. Emberekkel, vagy emberek nélkül, könyvem, ilyesmi. Mondjuk szerintem ez így, tehát, hogy én most pont követek vele egy illusztrátort a YouTube-on, január óta úgymond artblogban van, igazából én azt gondolom, hogy elkezdték más dolgok érdekelni, és elsősorban ezért. Tehát, hogy ez egy kicsit, igen, tehát, hogy ez egy kicsit attól is függ, hogy szerintem ez milyen hosszan tart. Tehát, hogyha azt mondod, hogy oké, most egy hétig nem csinálok semmit, mert így nem jön, tényleg izzadság szagú lesz, amit csinálok, akkor egy hétig nem csináltál semmit. Hogyha, nem tudom, ez már így több hónapig tart, és mondjuk ez a megélhetésed, akkor szerintem el kell kezdeni aggódni. Vagyis én elkezdenék aggódni, inkább így mondom. De szerintem... Egyrészt nekem ez nem egy olyan régi dolog, és általában valami iskolába járok éppen, amikor megszünet van, akkor valamit dolgozom, szóval én eddig nem engedhettem meg magamnak kb. 3 napnál hosszabb blokkot. Úgyhogy igazából nem nagyon tudom, mit kell vele csinálni. De szerintem egyébként ez nagyon-nagyon függ attól is, hogy milyen típusú dolgot, vagy illusztrációt, vagy nem tudom, rajzot csinálsz. Mert például, amit én csinálok, ami egy ilyen kevesebb abstrakciót igénylő dolog, az, tehát, hogy én ezt így nem tudom, csúnyán úgy szoktam mondani, hogy ez inkább egy iparos munka. És hogy ehhez így... Kézművel. Igen, bár ennek most sajnos van egy pejoratív jelentése mostanában a kézművesnek, de hogy inkább egy... Tehát, hogy
igazából nem a kreativitásomat igényli, hanem a technikai tudásomat, és ilyen értelemben iparos munka. Míg hogyha így, amikor teremteni kell valamit, és ide, végül is ide tartozik az is, amikor könyvillusztráció van, az így jóval többet kivesz belőlem. Tehát, hogy ott inkább tud előjönni ez az art blokk, mondjuk így, amikor így sokat adok magamból hirtelen egyszerre, amikor így két könyvet illusztráltam egy hónap alatt, nem tudom, 120 rajzal, akkor utána novemberben megvolt a leadás, és én decemberben ecsethez nem tudtam nyúlni. Tehát, hogy, de ez inkább talán a kiégés, tehát, hogy nem tudom, hogy ezt... Hát körülöttem ugye van egy csomó csoporttársam, és mindenki máshogy rajzol, tehát azt látom, hogy sokan, akik nem tudom, hogy ez most szerencse vagy nem, de hogy van olyan szakasz a rajzolásnak, ami egy kicsit hasonlít egy ilyen meditatív dologhoz. Tehát van olyan barátnőm, aki annyira részletes, aprólékos képeket csinál, hogy nagyon-nagyon sokszor így be tud rakni egy filmet kb. A fejhallgatóba, vagy valami zenét, és így tényleg éjszakákon keresztül egy könyvtárnak a könyveinek a részleteit rajzolja. És valami fantasztikus az egész, én soha az életben nem leszek erre képes, de neki ezért így periódikusan változik, hogy az egyik egy ilyen tervezős fázis, amikor elkészíti a kompozíciót, meg a vázlatot, meg színeket keres, meg stb. A másiknál meg van egy olyan hosszú rész, ami nagyon-nagyon sok munka, de ez egy másik állapot, vagy szellemi, másik típusú szellemi meló. És én most egyelőre azt érzem, hogy nekem jelenleg csak ez az első van, mert nem úgy alkotok képet, mint ami ide sorolható, szóval általában rettenetesen fárasztó bármit rajzolnom. Igen, ehhez abszolút tudok kapcsolódni. A retusálás, meg ezek azok ilyen éjszakai munkák, és ezt azt lehet csinálni zene mellett, akkor már csak szkennelni kell, meg színeket helyrehúzni, az már olyan része, amit lehet egy kicsit fáradtan is, meg ugye azt mondod magamnak, hogy nem baj, ezt még most megcsinálom, de maga a rajzolás az nem így működik jelenleg még. Lehet, hogyha profibb leszek, és jobban tudom kontrollálni ezeket a dolgokat, akkor ez elmúlik, még az elején vagyok. Hát figyelj, én ehhez 100%-ban tudok kapcsolódni, tehát nekem is az a fázis, amikor meg kell alkotni a kompozíciót, meg kitalálni, meg minden, teljes csönd és teljes kipihentség kell hozzá, tehát, hogy nem tudok közben zenét hallgatni, meg másra figyelni, és igen, és akkor van ez az úgymond kidolgozós fázis, amikor meg már az tényleg egy ilyen nagyon meditatív dolog, és egyébként nekem ez az egyik kedvenc részem az egészben. De egyébként így, hát így artblock témára visszatérve, én biztos, hogy ilyenkor olyasmihez nyúlnék, amivel nagyon komfortos vagyok. Tehát, hogy így például, nem tudom, én az vagyok, akinek a növény az már semmilyen nemű kihívás nem jelent, és akkor jó, nyilván tudnátok olyan növényt mondani, ami igen, de hogy nagyon-nagyon sokat csináltam már, és így nincs impostor szindrómám ezzel kapcsolatban, hogy na most vajon fog-e sikerülni, vagy nem. És akkor ilyenkor úgy próbálom oldani ezt a fajta blokkot, hogy olyasmit csinálok, amivel tudom, hogy elégedett leszek aztán a végén, tehát, hogy nem okoz kihívást, és akkor így egy kicsit így bejáratom magamat talán. Így ezt tudnám ehhez amúgy mondani. Igen, nekem ugyanez a sketchbook, de az ráadásul ugye sose igazából nem igazán nyilvánosságnak készül, soha nem megrendelésre. Kimegyek és lerajzolok valamit, ami előttem van, és attól általában így az így túl tud lendíteni dolgokon. Szóval most, hogy ezt mondod, ez jutott eszembe, hogy ez lehet hasonló. Ráadásul az ilyen félintenzív, ilyen furcsa figyelés nálam, szóval az ilyen elmerülést is okoz, ami talán közelebb van ehhez a meditatív munkához. Igazából szerintem ez a meditatív dolog, ez a megfigyelésen alapszik, én úgy gondolom. Tehát egy picit ezt így próbáltam már így a mindfulnessnek megfeleltetni, ugye, hogy amikor így nagyon koncentrálsz valaminek a megfigyelésére, és ez mondjuk nálam ugye, én ezért is szeretek ilyen kicsit realisztikusabb stílusban festeni sokszor, mert hogy annyira meditatív állapotba kerülök attól, hogy csak megfigyelek valamit, hogy... Tehát, hogy igazából így nekem ez egy akkora örömet okoz, hogy így tudok a folyamatra koncentrálni, és kevésbé akódom a végeredményen.
talán. Igen. Hát, hogyha erről beszélünk, akkor ez nekem a sketchbook, tehát a kimenni és rajzolni embereket, tereket, várost, ilyesmit. Igen. Az ilyen. Hát szerintem nem tudom, hogy ha több kérdésetek nincs, akkor szerintem lassan elköszönünk. Jó. Köszi, Lila, hogy eljöttél. Még a halandzserablókat igen, azt, ó, nagyon kérdezni. Fontos. Persze. Hát ugye, várj egy picit, szóval. Még nem vagy kitéve képernyőre. Így. Most. Jöhet. Szóval így néz ki ez az új könyv, és amiről beszélgettünk, hogy ez így valahol így egy ilyen képes könyv, és egy ilyen hagyományosan illusztrált könyv közötti átmenet, tehát, hogy elég sok rajz van rajta, és van, ahol viszonylag kevés szöveg. Jó hosszú, ez is, és igazából ilyen furcsa, abszurd meséi vannak benne a Harcos Bálintnak, tehát én azt gondolom, hogy nagyon megtaláltuk a hangot egymással, azért is sikerült ez a könyv, szerintem jól. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy kinek tetszik. Az Instádon lehet találni róla képeket, ugye? Vagy nem tudom, hogy már van-e fönt, vagy lesz, vagy... Van fönn a borítóról egy, de hamarosan elkezdem felrakni így egyet-egyet, amilyen mutogatós kép, vagy nem tudom. És egyébként mondjam. Meg a Pagonyban lehet megtalálni a halandzsarablókat, a Jég című könyvet, meg a Magvetőnél. Úgyhogy igen, aki keresi. Jó, Lilának az összes elérhetőségét, Instáját, nem tudom, minden egyebet, azt megtaláljátok itt a videó alatt elméletileg, és köszi, hogy jöttetek, és gyertek máskor is. Én megköszönöm a beszélgetést, izgalmas volt. Sziasztok! Sziasztok!